Francia sanzonok, latinos dallamok, világkörüli utazás a zene szárnyán. Molnár György líradíjas harmonika művész virtuóz játékával különleges zenei élményben részesítette a kiskunhalasi végkúriába ellátogató közönségét. Nem is csoda a nagy rutin, hiszen Molnár György már kisgyermekkora óta zenél. 3 évesen kezdődött, és aztán gyakorlatilag onnantól kezdve elválaszthatatlan volt a hangszer. Nagyon sok mindent csináltam, rengeteg versenyt nyertem gyakorlatilag, és 10 évig versenyeztem, aztán elindítottam a saját koncertsorozatomat, aztán indult nagyon sok tematikus koncert benne, mint a Táncdal Fesztivál, vagy a Máté Péter emlékkoncert, Cserháti Zsuzsa emlékkoncert, most van egy Schlager Múzeum anyagunk, ez az idei új anyag, úgyhogy hát mindig próbálunk újítani, meg érdekes anyagokat feldobni a köztudatba. Hogy lehet már így ilyen fiatalon kisgyerekkorban a hangszer közelébe kerülni, hát gondolom akkor itt családi háttér volt. Persze. Hát szoktak kérdezni, miért nem gitár, mert hogy abban az időben, amikor mi gyerekek voltunk, akkor már a gitár volt a népszerű, de hát valójában azért nem, mert nagyapám harmonikázott, és akkor innentől kezdve viszont kézenfekvő volt, hogy bele is lehet szeretni a hangszerbe, meg érdeklődni is lehet iránta, és hát gyakorlatilag az, hogy én elkezdtettem játszani, ezt neki köszönhetem. Harmonika igen sokrétű hangszer, szinte mindent el lehet vele játszani. Még nem találkoztam olyan felkéréssel, amit nem tudtam volna teljesíteni, most ez nem azt jelenti, hogy mindent el lehet vele játszani, de nagyon-nagyon sok mindent el lehet. Megpróbálok olyan dolgokat mutatni, ami a harmonikán úgymond itthon is ismert, aztán próbálok olyan dolgokat is mutatni, ami itthon nem annyira. Tehát, hogyha most megnézzük, akkor Franciaországon műzetkeringőkből vastag, nagyon komoly rílbukok születtek, tehát ott 100-200 darabos kiadványok vannak műzetkeringőkből. Itthon nem is nagyon tudják, hogy pontosan ez micsoda, majd most fogok játszani őt is. Meg, hát ugye, de aztán már ugye, ha latin irányba megyünk, akkor azt nem tudják, hogy nagyon sok latin zenében is ott van a harmonika, abból is lesz majd egy pici, amit így egyedül meg tudok mutatni benne. Szóval nagyon-nagyon összetett és nagyon jó hangszer, mert nagyon-nagyon nagy a merítés, amiből játszhatunk. A jó zenére sokan kíváncsiak, Molnár Györgynek is sok felkérése van, így sokfelé népszerűsíti kedvenc hangszerét, a harmonikát. Nagyon sok munka van most, de hát ez így van rendjén. Hála Istennek azért tudjuk, hogy volt ez a másfél éves leállás, ami azt gondolom, hogy mindenkit, volt, aki túlélte, volt, aki nem, már úgy, hogy zeneileg megmaradt, vagy nem maradt meg, de azt gondolom, hogy akik szeretjük a zenét, vagy tényleg nekünk ez fontos, azok kitartottunk, és ezért vagyunk újra ott a rendezvényeken, meg a pályán.